A mai videóban a kandida elszaporodásának okairól lesz szó, és arról, hogy miként tudjuk megszüntetni a problémát. Szeretettel köszöntök mindenkit! A kandida velünk együtt élő mikroorganizmusok közül az egyik gombafaj, amely kis mennyiségben szükségszerűen jelen van a vastagbélben, ahol egyébként a bélbaktériumok többsége él. Az emésztőrendszerünk minden egyes szakasza különböző kémhatású kell legyen, ahhoz, hogy ideális legyen az emésztésünk, így a gyomornak erősen savasnak kell lennie, a vékony bélnek enyhén lúgosnak, míg a vastagbél ismét egészséges állapotában savas. A kandida gombák száma akkor kezd el növekedni, ha a vastagbél pH-ja lúgos irányba mozdul el, ugyanis a kandida nem savas, hanem lúgosabb környezetben tud szaporodni. Nagyon sokaknál a kandida antibiotikumos kezelések után jelenik meg, mivel az antibiotikumok elpusztítják a vastagbél savas pH-ját biztosító baktériumokat, például a Lactobacillus acidophilust. Tehát az antibiotikumok hatására jelentős mértékben lecsökkenhet azon baktériumok száma a vastagbélben, amelyek savat termelnek, többek között abból a célból, hogy a vastagbél pH-ja az ideális savas állapotban maradjon. Az acidophilus baktériumok nevében benne van az acid, tehát a sav szó, ami utal arra, hogy savat termelnek. Lúgosító hatással van a stressz is, nem csak a gyomor pH-ját mozdítja el ugye lúgos irányba, de a vastagbél pH-ját is, így hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy ideális környezet alakuljon ki a kandida számára a vastagbélben. Lúgos hatással van a vastagbélre a sok cukor, gabonaétel és a finomított szénhidrátok többsége is. A leggyakoribb gyógyszerek közül a fogamzásgátló tabletták és a savcsökkentők, savlekötők vannak lúgos hatással a vastagbélre. A kandida elszaporodásának egyik első jele a cukor az édesség iránti fokozott vágy, mivel a kandida cukorral táplálkozik, ezért ha túl van szaporodva, folyamatosan lényegében enni kér. Szintén a kezdeti tünetek közé tartozik az állandó fáradékonyság, mivel a kandida rengeteg tápanyagot is elhasznál az ételekből, így kevesebb aminosav és vitamin marad a testünknek. Későbbi fázisban gyakori a viszketés érzet a végbélnél, hölgyeknél, a hüvelynél. Megerősíti a kandida jelenlétét a fehér lepedék a nyelven, a gyakori puffadás, a gyakori húgyúti fertőzés és a gyakori ordugulás. Az ammóniás lehellet is a kandida jele, mert amikor a kandida cukorhoz jut, ammóniát termel, az ammónia egy erősen lúgos kémhatású vegyület, így a cukor segítségével még ideálisabb környezetet tud biztosítani magának. A legjobb diéta a kandida legyőzésé az a ketogén diéta, mivel a diéta alatt a cukor és szénhidrát bevitelünk szinte nulla, az energiát ugye ketonokból nyerjük, amelyek erősen savas hatásúak. Tehát a ketogén diéta alatt két legyet ütünk egy csapásra, a kandida nem kap több cukrot, és az erősen savas ketonoktól a vastagbélben is visszaállhat az ideális savas állapot. A második terápiás módszer a kezünkben a böjtölés, mivel a hosszabb nemevés időszakában természetes módon elkezdenek a hasznos bélbaktériumok szaporodni és diverzifikálódni. Tehát a böjt abban segít, hogy a kandidát visszaszorítani képes baktériumok száma megnövekedjen. A gyógyulás fontos összetevője a probiotikus ételek és a probiotikumok, főként a savat termelő Lactobacillus acidophilusnak a pótlása nagy mennyiségben. Kiváló probiotikus étel például a kandida alatt a savanyú káposzta, de más erjesztett zöldség is, mivel nem csak hasznos baktériumokat tartalmaznak, de a bennük lévő rostok prebiotikumként, azaz táplálékként is szolgálnak a hasznos baktériumok számára. A hidegen sajtott szűz kókuszolaj magas koncentrációban tartalmaz kapriasavat, ami igen hatékony a gombák ellen. A kapriasavat egyébként bevihetjük külön étrendkiegészítővel is. A kókuszból előállított MCT olaj pedig jó energiaforrás a kandida alatt jelentkező fáradékonyságnak a leküzdéséhez. A fokhagyma nyersen, nagy mennyiségben komoly támogatást ad az immunrendszerünknek, hogy a kandidát visszaszorítsa. Én rengeteg fokhagymát fogyasztok az elmúlt 10 évben, hát nem sok nap telt el úgy, hogy ne ettem volna nyers fokhagymát.
tejfölös, olívaolajos fokhagymás szószként viszem be a legtöbbször, vagy olívaolaj, citromlé, almercet, fokhagyma keverékéből készítek öntetett húsokra, salátákra, vagy simán nyersen eszem. Elengedhetetlen a terápia részévé tenni az almaecetet is, ugye az ecet erősen savas, savasítja a gyomrot, így hatékonyabbá teszi az egész emésztési folyamatot. Jobban lebomlanak a fehérjék, és hatékonyabb lesz a máj működésünk is. Étkezések alkalmával egy-két kanál almaecetet keverünk el kevés vízben, és ígyuk meg, vagy szedjünk be egy-két almaecet kapszulát. És végezetül 5 fűszer, a kakukkfű, az oregano, a szegfűszeg, a majoranna és a rozmaring. A fűszereket bevihetjük kapszula, étrendkiegészítő olajformában, vagy egyszerűen az ételekkel együtt. Következő videónak ajánlom figyelmetbe azt, amiben arról van szó, hogy mi történik a szervezetünkben, ha 14 napig nem eszünk cukrot. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!